A Kazinczy Ferenc Múzeumtól az odalátogatók már megszokhatták, hogy mindig érdekes előadásokkal és unikális témákkal várják vendégeiket. Most is egy ilyen előadásnak adtak teret. Kevesek számára ismert Kazinczy Ferenc jelentős szerepe a Szent Korona kutatásában. Az a kiváltság érte, hogy vármegyei követként a kezében tarthatta, megszemlélhette, sőt, rajzot és leírást is készíthetett róla, mely keveseknek adatott meg. Ezek többek között értékes adalékokkal szolgálnak a Szent Koronát ért sérülések idejének meghatározásához. Kazinczy Ferenc 1792. június 6-án első Ferenc magyar királlyá koronázása alkalmából látta a Szent Koronát, az esemény sorozat több pontján is, sőt, a koronázási lakom alkalmából körülbelül 15 perc időtartamra a kezébe tudta venni, megnézhette, forgatta, erről írt, nevezetesen 1793. októberében Veszprémi Istvánnak, egy Debrecenben lakó orvosnak, akivel találkozott is, nála meg is szállt korábban, és ebben meglehetős részletességgel beszámolt arról, hogy milyen tapasztalatai voltak egy esztendővel korábban. Kazinczy rajzokat is készített, és még egy alkalommal látta két nappal a koronázás után, amikor közszemlére ki volt téve, megint elment, megint megnézte, tehát ellenőrizte azt, hogy az első vizsgálatkor ő mit látott, és mondom, ezeket két rajzformájában közre is adta. A levele és rajzai a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában vannak, tanulmányozhatóak, mégis kevés figyelmet fordítottak nekik eddig. Én már közel 20 éve foglalkozom a Magyar Szent Korona szerkezeti kutatásával, történetével, milyen sérülések, milyen átalakítások érték, és Kazinczy Ferenc néhány nagyon lényeges megfigyeléssel hozzájárult ahhoz, hogy én ezen a területen tovább tudjak lépni. A legfontosabb az volt, hogy kijelentette, hogy egy megpattant pánt van, az ő szavait idézem, egy pánt van a Magyar Szent Koronán áttörve. Egy másfél évvel korábban egy Johann Nepomuk Schauff nevezetű Pozsonyban élő festőművész ábrázolásából tudjuk, hogy melyik az, ez a hátsó. És ez azért lényeges, mert 1857-ben, amikor egy Franz Bock nevű úriember is vizsgálta a Magyar Szent Koronát, már három megpattant pántot látunk, tehát három áttört pántot látunk, és egy pánt áttörése az egy nagyon súlyos sérülés. Magyarul a Szent Korona a három legsúlyosabb sérüléséből kettő már a 19. század első felében történt. Ezáltal a többi súlyos sérülés keltezhető, így biztosra vehetőek, hogy nem a középkorban vagy koraújkorban keletkeztek. A kutató témában írott kézirata jelenleg publikálásra vár.